Dicsértessék a Jézus Krisztus! Krisztusban, kedves testvéreim! Szeretettel köszöntök mindenkit még egyszer ezen a szép ünnepen, amikor is Szent László, dicső királyunk, királyunkat és templomunk védőszentjét ünnepeljük. Gondolom, a kedves testvérek is sokszor átélték azt, hogy konfliktus van a fiatalokkal. A idősebb korosztály nem érti meg a fiatalokat, főleg a fiataloknak a külső megjelenését és viselkedését. Ilyen-olyan cifra felnyírod haj, de talán színezve, különféle piercingek, tetoválások, és hát az öltözékről is lehetne egy külön fejezetet nyitni. Nem értjük sokszor, mi van a háttérben. Egyszerű dolog. Keresnek valami ideát. Keresnek valami követendő példaképet, és azt meg is találják egy-egy énekes vagy színész képében, de ez általában a külsőségekben mutatkozik meg. Sokszor elriasztó a külsőség, de a belső tartalom nem biztos, hogy hasonló a külsőhöz. Hiszen a mai fiatalok sem rosszabbak, mint a régiek voltak. Egy emléket szeretnék elmondani, valamelyik évben szokásos nyári szabadságom alatt Görögországban voltam, és ott egy lengyel plébánián szoktam kisegíteni és meg pihenni is. És már az oltárnál voltam és miséztem, egyszer csak nyílik a templom ajtó, kis templom, jól lehetett látni mindenkit. Belép egy néhány fiatal fiú, vagy inkább azt mondom a férfi, mert 20 évesek voltak. Hát pillanatra magamba fohászkodtam, mondom, te jó ég, ahogyan kinéztek. Ahogyan az előbb elmondtam, minden volt rajtuk, mint a karácsonyfán. Gondoltam egy pillanatra magamban, ezek mit akarnak itt? De a következő pillanatban tovább folytatódott az álmélkodásom, mert ahogy beléptek, keresztet vetettek és letérdeltek, úgy imádkoztak, majd utána helyet foglaltak. Magamban ismét elhangzott a fohász, mondom, te jó ég. És látom szépen, rendesen áhítatta a részt vettek a szentmisén. Szentmise után oda mentem hozzájuk, kiderült lengyelek voltak, meghívtam őket a városba, le a főtér, a Szintagmára, mondom, menjünk el egyet sörözni. És ott leültünk, és nagyon-nagyon jól, kellemesen elbeszélgettünk, és végtelenül rendes fiatalok voltak, annak ellenére, hogy mondom, a kinézetük első ránézése nem olyan bizalomgerjesztő volt. Igen, valami követendő példát keresnek a fiatalok. Hát ilyen követendő példa mai szentünk, Szent László király. Hál' Istennek a magyar történelmünk, beleértve az egyházat is, nagyon gazdag követendő példaképekben. Nagyon sok követendő példaképünk van, szentek, boldogok, hős életű férfiak és nők, asszonyok és gyerekek. Nagyon gazdag a mi történelmünk, a mi múltunk. Találunk bőségesen követendő példaképet. Szent László királyunk nagy-nagy követendő példakép. Az ő élete 1046 körül kezdődött, lengyelországi Krakkóban született. Édesapja első Béla magyar király, édesanyja második Mieszko lengyel király leánya, Riheza hercegnő. Már 4-5 éves korában hazakerült Magyarországra, és a tiszántúli Bihar várában nevelkedett. Nagyon vallásos édesanyjától kapta mély hitét és alázatát. Apjától kiváló lovagi képzést kapott, amit később Kázmér lengyel király udvarában mélyített el igazán. 1061-ben tért vissza ismét,
De hamarosan vissza kellett menekülni a Lengyelországba. 1064-ben bátyjával, Gézával tért vissza, hogy a lázadó Salamonnal harcban leszámoljon. 1077-ben királlyá koronázták. Valamelyik évben, ugyancsak nyári szabadságom alatt, egy könyv volt az utitársam, amely Szent László életét beszélte el, regényes formában, de hiteles történelmi tényekkel, adatokkal. És akkor döbbentem rá, hogy az ő kora is mennyire hasonló volt a mai korhoz. Felületesen azt gondolná az ember, ó, hát neki akkor könnyű volt jó keresztény királynak lenni, hiszen a társadalom is keresztény volt, mindenki templomba járt, keresztény módon élt és gondolkodott. Ez egyáltalán nem így van. Nagyon hasonló volt az akkori társadalom a maihoz. Csak éppen a külső díszlet volt más. Tudjuk, Szent István királyunk megalapította országunkat, és keresztényítette, keresztény alapokra helyezte ezt a népet, ezt az országot. Úgy is mondhatnánk, hogy akkor kezdődött a rendszerváltás. Keresztény alapokra helyezte, megvoltak a törvények, rendezett és szabályozott volt az állam, de akkor is voltak lázadások, akkor nem tüntetésnek nevezték, hanem lázadásnak. Akkor is voltak elégedetlenek, akkor is voltak, akik a régi rendet sírták vissza, és próbáltak mindent elkövetni, hogy a pogány eszmék visszakerüljenek. Szent Istvánnal egy aranykor kezdődött népünk életében, hasonlóan, mint nálunk a rendszerváltáskor. Persze, hogy egyik építkezésen ment könnyen és problémamentesen, de István királyunk is egy rendezett, szép és jó országot hagyott hátra. Sajnos az utána következő gyengekezű uralkodók alatt káoszba süllyedt ismét az ország, pogányok és mindenféle hatalmak erre-arra húzták szét az országot, totális volt a káosz. Nem akarok a politikába bele merülni, de azért eszünkbe jut egy és más, hogyha a párhuzamokat nézik. És aztán jött Szent László királyunk, akit 1077-ben királlyá koronáztak. Ő ismét erős kézzel, ugyanakkor keresztényi szeretettel próbált a rendet tenni ebben az országban, és próbált a Szent István hagyományát, művét tovább folytatni, tovább építkezni. Ha már a példaképeknél tartunk, Szent László meglátta elődjében, Szent Istvánban azt a nagyszerű királyt és keresztényt, akit érdemes volt szentté avattatni. És ezért ő szentté avattatta Szent István királyunkat, Imre herceget, Gellért püspököt és a két zobori remetét, Andrást és Benedeket. Példaképeket állított az ország és a nép elé. Források szerint László erős kezű, hatalmas termetű férfi volt, aki a többi ember közül vállal kimagaslott. Nagy testi erejét még 50 éves kora körül is megőrizte. A harcban való jártasság, csatákban mutatott személyes bátorsága következtében a középkorban fokozatosan vált nagyon népszerűvé. A kiváló katonai erények mellett Hartwig püspök már Könyves Kálmán idején elismerően írt László erkölcsösségéről, erényességéről és mély vallásosságáról. Följegyzések szerint két házassága volt, első felesége meghalt, özvegysége után László 1078 körül a Rajnai Rudolf sváb herceg és Savoyai Adelheid leányát, Rajnai Adelheidet vette feleségül. Bizonyossággal csak két lány gyermekük ismert. Egyikük Piroska, aki Komnénosz, második János,
bizánci császár felesége lett, Iréné néven császárné lett, így volt ismert a keleti világban, majd halála után szentté avatták, és magyarországi Szent Irén néven tisztelik. Másik lányának a neve nem ismert, egyes föltételezések szerint Zsófia volt. Őt Jaroszláv volhíniai fejedelem vette nőül 1090 körül. Sok történetet és legendát is mesélnek róla. A szentek legendái egy külön műfaj, és rendkívül érdekes. Minden legendának van történelmi háttere és magja, de nem az elmondott történet a történelemhű, hanem az üzenet. Mert bizonyos tulajdonságát a szentnek, így László királynak is, kicsit kiszínezve, színes történetben mesélik el, aminél még egyszer hangsúlyozom, az üzenet a fontos. És amelyik szentnek sok legendája van, az azt jelenti, hogy azt a szentet nagyon tisztelték és szerették. Hát egy ilyen legenda az, amikor egy alkalommal pogány kunokkal csatázott. Az egyik elragadott egy magyar leányt, és lovával elrabolta, továbbvitte. László király megsarkantyúzta Szög nevű lovát, és utána eredt. Meg is mentette a magyar leányt. A csatában nagy sikert arattak, és az elrabolt keresztényeket is kiszabadították. Egy másik alkalommal, a legenda szerint, Kolozsvár falait megrohanták a pogány kunok. László király serege harcba szállt ellenük. A magyarok már-már győztek, amikor a kunok vezérének érdekes ötlete támadt. Kibontott a tarisznyáját, és mint a magvető a magot, úgy kezdte az aranypénzt szétszórni a földön. Amikor a magyarok meglátták, leugráltak lovaikról, és a földről szedegették a pénzt. A pénz sóvárság a király szavainál is erősebb volt bennük. Ekkor László király Istenhez fohászkodott, Uram, segíts meg, hiszen érted harcolok. És akkor csoda történt. A földre szórt aranypénzek mind-mind kővé változtak. A nép a kővé vált aranypénzt Szent László pénzének nevezte. És aztán több helyen is ismert, például Mátelerebé Szentkúton is, a hegyek között, bizonyos a sziklákon, bizonyos luk, vagy rés, ami van, természeti képződmény, a Szent László király lova patájának nyomán vélik benne meglátni az emberek. Ez is mutatja azt, hogy mennyire tisztelték és szerették Lászlót. A háborúskodás számára keserű teher volt. Az országban is rendet teremtett, szigorú törvényeket hozott. Létrehozta a zágrábi püspökséget, a kalocsai érseket bácsa költöztette, az erdélyi érseket Gyulafehérvára, a biharit pedig Nagyváradra. Megalapította a Szentjobb apátságot a Szentjobb őrzésére. Leánya Szentpiroska, Iréné néven, ahogy mondottam korábban is már, bizánci császárné lett. Igen, nagy dolgokat művelt, mind politikai, mind társadalmi és egyházi téren is. 1095. július 29-én meghalt Nyitra mellett. Földi maradványait előbb a Somogyvári monostorba, majd a Nagyváradi Székesegyházban temették el. Sírjánál csodák történtek, legendák keringtek, csodálatos közreműködésről csatákban. Ügyét kivizsgálva 1192. június 27-én harmadik Celesztin pápa követe Gergely bíboros Váradon szentté avatta. Sok alkotás, szobor, festmény is őrzi az alakját. Híres művészeti alkotás a két herma, Szent László herma, mert egyiket Győrben, a másikat mai Nagyváradon őriznek,
ez egy mellszobor, különféle ékszerekkel fölékesítve és kirakva, de ugyanakkor ez egy ereklye tartó, hiszen a szobor feje fölnyitható, és abban van elhelyezve Szent László csonterekéje. Egy másik érdekesség, ha már a Nagyváradot említettük, az ő városának tekintjük ma is, Szent László városának. Minden évben májusban rendezik a Varadinumot, Szent László ünnepséget a Székesegyházban, és szülőfalunk, szülővárosom plébániájáról egy, hát olyan körülbelül 10 éve ezelőtt, pontosan nem is emlékszem, indult egy nagyon szép és nemes kezdeményezés. Civil kezdeményezés, és az volt, hogy elindulnak Nagyváradra, Szent László templomához gyalog. Tudni kell, az út, ez több mint 100 kilométer. És a Körösök gátjain néhány ember feszülettel, illetve körmenti keresztet víve, imádsággal énekelve elindultak, hogy elmennek Nagyváradra, Szent Lászlóhoz. Útközben plébániákon szálltak meg, matracon, földön, aludván, hideg vízzel mosakodva, és így mentek tovább. És ami az érdekesség ennek a zarándoklatnak, hogy úgy tervezték, hogy a zöld határon mennek át Romániába. Természetesen a szervezők a román hatóságoknál bejelentették. És most lásd csodát! A románok, a határőrök ott várták a zarándokokat a határ román oldalán, sörsátrat felhúzva, és hűvös vízzel, üdítővel fogadták az elfáradt zarándokokat. Úgy gondolom, nagyon szép kezdeményezés ez a magyarok részéről is, de a románok viszonzása is úgy gondolom minden tiszteletet megérdemel, hogy így fogadták a Szent Lászlóhoz igyekező magyarországi zarándokokat. És ez a zarándoklat azóta minden évben megismétlődik, az idei évben úgy tudom, csak újrázig jutottak el, a pandémia miatt nem mentek át a határon. Sokféleképpen tisztelték és tisztelik ma is a vendégszeretet példaképe, a bőkezű adakozás gyakorlója, a vitéz lovagság példaképe, ahogyan az egyik énekünk is megemlékezik róla. Lovagkirály, szegények táplálója, békesség nagy szeretője, az alázatosság követője. Szent László király, a tudatlanok oktatója. Igen, valóban az ő élete ma is példamutató és követendő eszménykép és példakép minden ember, minden magyar számára. Nyilvánvalóan a körülmények megváltoztak, de az üzenete nem. Ma is lehetünk lovagiasok, nem a csatában, lóháton, hanem a hétköznapi életben, amikor a zsúfolt buszon átadjuk a helyet a hölgyeknek, vagy az idősebbeknek, amikor sorba állva esetleg előre engedünk egy kismamát a pénztárnál, a boltban, vagy amikor tiszteletteljesen köszönünk az idősebbeknek. És sorolhatnám, nagyon-nagyon sok lehetőség van ma is, hogy Szent László példája nyomán lovagiasak, tisztelettudók és egymást szerető magyarok legyünk. És hogy a magyarságot, mint értéket továbbra is tartsuk értéknek és tartsuk tiszteletben, mert sajnos fogy azoknak a létszáma, akik értéknek tartják a magyarságot, magyar kultúránkat, magyar hagyományainkat, magyar nyelvünket. László király, aki maga is hite szerint élt, a keresztény hit terjesztője, a nép tanítója lett. Mi is legyünk továbbra is hűek keresztény hitünkhöz, ahogyan László királyunk is ebben utat mutatott. Aktualitása ma is időszerű.
Szent István és Szent László, a két nagy ország építő király, akik a kereszténység erejével biztosították azt, hogy ma is itt vagyunk és élünk. Tudjuk, látjuk, halljuk nap mint nap, hogy a mai világban tombol a gyűlölet, tombol az erőszak, a pogányság, a balliberális eszmék, család ellenes, gyermek ellenes ideológiák, nemzet ellenes képek. Ölnek, pusztítanak, rombolnak kulturális, emberi értékeket, vagy éppen keresztény értékeket döntenek le, nem csak Amerikában, de itt nálunk is. Elmúlt időszakban, elmúlt hónapokban hallottuk több helyen is, rongáltak meg templomokat, illetve keresztény értékeket. Kedves testvérek, ennek ellent kell állnunk, és csak is Szent László és Szent István hitével, és az ő hitükben megerősödve. Igenis, nem hagyjuk magunkat. Megvédjük magunkat. Megvédjük hitünket, egyházunkat, nemzetünket. A 2017-es évet Szent László emlék évének nyilvánította a Nemzetpolitikai Államtitkárság a lovak király trónra lépésének 940. és szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából. Az emlék év célja volt felhívni a figyelmet arra, hogy Szent László a keresztény egység jegyében kapcsolta össze a közép-európai nemzeteket. Az élet művében a nemzet fogalma is hangsúlyos volt, hiszen a magyar királyság az ő uralkodása alatt tudta megerősíteni pozícióját és szerepét a térségben. László király az első olyan árpádházi uralkodó, aki összekapcsolta a közép-európai népeket, hiszen Lengyelországban született, Erdély védőszentje, zágrávi püspökség alapítója, és Nyitrán halt meg. Szent László a népek közösen tisztelt királya, és az itt élő nemzetek összetartásának, együttműködésének szimbóluma. Az emlék év alkalmat adott arra, hogy a térség államai a történelmi hagyományokra alapozva hatékony együttműködést alakítsanak ki. És ez valóban így is van, és a mai körülmények is megmutatták és megmutatják, hogy igenis csak mi itt, a szomszédok, akik hasonló kultúrájúak vagyunk, mi számíthatunk egymásra. Igenis, mi szolidárisak vagyunk egymással, tiszteljük, szeretjük, becsüljük egymást. Különösen is Lengyelországgal, akik nagy barátja magyaroknak, mi magyarok is nagyon tiszteljük lengyel barátainkat, nagyon hasonló a gondolkodásmódunk, a mentalitásunk. És végül, kedves testvérek, egy szép középkori Szent László himnuszt szeretnék felolvasni. 1192 után keletkezett a magyarországi Szent László himnusz liturgikus költészet egyik legkitűnőbb darabja, középkori zenetörténetünknek is jeles alkotása. Latinból fordította Csanád Béla papköltő. Áve égi király híve, királyoknak gyöngye éke, László, mennyeknek sorosa. Ég királyát hűn követted, országunkat védelmezted, légy hazánknak bajnoka. Menedéke magyaroknak, örök társa angyaloknak, égi kegynek eszköze. Üdvözlégy jó, kiváltságos, híres, neves, igazságos, jó ítélet védnöke. Vigadozzál, magyar nemzet, harsonáljad, énekeljed, új királynak új dalod. Boldog várad, szálljon híred, növekedjék dicsőséged,
visszhangozzák századok. Krisztus, földről himnusz szárnyai hozzád, aki keresztfáddal magadhoz vonz népeket, szentek útja te vagy égbe, az örökös dicsőségbe, néked áldás, tisztelet. Amen.